Mindenki csak kizavart a pingvinokkal. Most neki írták, hogy bizony talajbeik vannak zárva. Úgyhogy így megtudjuk őket az asztalni. Elvonultunk az ablakba, és kinéztek, hogy itt van is. Ugye? Ahelyett, hogy megoldanák az ügyet, és akkor nem kellene tüntetni. De hát itt az a lényeg, én úgy gondolom, hogy az emberek az lenne a legjobb céljuk, hogyha emberi módon meg lehetne ezt beszélni. Így van, pontosan. De sajnos, amit látom, mert tudják, hogy bűnösök. Még elolvad a napon. Az igazság fájja legjobban az emberek. Lejjebb, olyannyira lejjebb, hogy minden máshol, mindenhol, itt taposni fogják a magyarokkal. Sajnos. Most is azt csinálják. Sajnos, már most is, igen, nagyon-nagyon jó úton halad. Sajnos. Cserélték őket, ja. Beálltak, hogy ne álljanak oda kocsival. Természetesen, hát ide nem jöhet senki, hát mindenki. Úgy a bank, minek jönne ide bárki? Ennyit kell egyébként, az emberek összefognának. Minden egyes bankhoz oda venne 10 ember, órákra lezárnának. Nem kellene sok energiát belefektetni az embereknek a forradalomba, és nem is kell vér sem hozzá. Csak egyszerűen leblokkolni mindenki. Végül is nem csinálunk semmit. Igen. Gyakorlatilag le lehetne blokkolni tömegközlekedéstől. Két ember sétál a sineken. Igen, csak az a baj, hogy itt van magyar. Igen, az a baj. Itt is sétál kettő, ott is nincs annyi rendőr, ahányat elhelyen. Mindenki meg van félre. Hát azért mi nem vagyunk. Mi nem? Ez a kevés. Ez a kevés, ez a baj. És a több az, ott vannak, akik irodában dolgoznak, és mindenki azt mondta, hogy nem ír nekem alá, mert hogy utána nézhet akármelyik kormányra. Nem mondom, hogy melyik most fönn van, de hogy utána nézhet. Hát az, hogy elveszítheti az állását, nem tud akkor hazavinni pénzt, nincsen gyerek, vagy ha van gyerek, akkor nem tud neki enni adni, mert egyszerűen azt mondják neki, hogy te a politikával nem foglalkozhatsz. Holott most mindenkinek kéne vele foglalkoznia, mert a jelenlegi, meg a múlt, az teljes mértékig tönkretette az embereket. Itt vagyok fiatalként, nem tudok elhelyezkedni a saját szakmában nem tudok elhelyezkedni, mert egyszerűen nem fizetik meg azt, aki kétkezi munkával próbál dolgozni. Azt fizetik ki, aki az irodában van, aki itt van a pultok mögött, nem azt, aki megkeresi a természetes, a nyersanyagot, nem az, aki bányászik, nem az, aki a kétkezi munkájával a földműveléssel foglalkozik. Egyszerűen nincsen senki megbecsülve, aki a kétkezi munkáját végzi. Csak most mondanék itt egy nagy dolgot, hogy itt vannak például Budapesten az utcaseprők, magasról lenézik mindegyiket, pedig ha ők nem dolgoznának, Budapestet elönteni az a mocsok, amit minden nap kidobnak. Kikről ki kért, ülnek bent ott a bizonytalan időre kísérlet. Nagyházba. Mindenki kidobtak. Nem, miért? Itt van a sorszámon. Emberekért. Miért ülnek ott, nem másért? És mégsem tesznek semmit. Mégsem tesznek. Most megemelték a minimálbért. Hagyjuk már. Én konyhai dolgozó vagyok. Kizavartak és ki. Itt az úrnak sorszáma volt, mert a sorszámmal kidobtak. Üvöltözött, hogy ő a fiókvezető joga van bárki kikülnek, és kifűjjön. Várjuk a mentőt. De lehet, hogy a többibe is ugyanez a probléma, mert ezek bolondok. Elvitte az eszüket a pénz. Nem adom a házamat, hogy talán.
Nem engednek be senki, mindenkit kidobtak. Szó szerint. Most rendszeresen van, összejövetelünk, ha ki tudtok jönni. Nézzétek és gyertek, Póka László vagyok. Szia! Szia a legjobbak!